Csillagpont A Csillagpont Rádió hírműsora. 1 milliárd forinttal emelték a házi orvosi praxis vásárlási és letelepedési összegét. Kulturális programokkal és születi mulatsággal zárult az idősek hónapja szerdán az őszi napsugár otthonban. A Dimitrov hegyen tartott ellenőrzést a rendészet. Köszöntöm Önöket! Önök a Csillagpont Rádió híreit hallják 2017. október 26-án, csütörtökön 16 óra 30 perckor a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. 1 milliárd forinttal emelték a házi orvosi praxis vásárlási és letelepedési összegét, jelentette be Ónodi Szügy Zoltán, egészségügyért felelős államtitkár. Most őt hallják. A magyar kormány egy milliárd forinttal megemelte az alapellátási támogatásra tehető összegeket, így most már összességében 2 milliárd 250 millió forint áll rendelkezésre ebben az évben. Ugye ez két részre tud osztani. Egyik a praxisnak a vásárlása, mint támogatás, másik pedig a letelepedéshez szükséges támogatás. Szeretném hangsúlyozni, hogy azért kellett ezt megemelni egy milliárd forinttal, mert maga a folyamat rendkívül sikeres. Úgy tűnik, hogy az eredeti összeg, amelyet terveztünk, amely már eleve meg volt emelve 500 millió forinttal egyébként korábhoz képest, az nem lesz elegendő év végéig. És azért, hogy minden pályázó, aki megfelel a körülményeknek, a követelményeknek, az megkaphassa ezt a támogatást, ne legyen anyagi oka annak, ha valaki élni akar a lehetőségekkel. Ez azt jelenti, hogy ha valaki letelepedésre pályázik, hogy 6 évig abban a körzetben kell dolgoznia, ahol letelepedett, és az összeg, amely előtt lehet támogatni, az attól függően növekszik, hogy hány évig volt üresen a korábbi praxis. Ha egy évig volt, akkor 12 millió forint nettó a támogatása, hogyha 2-14, hogyha 5 éve volt üres, akkor 20 millió forint nettó támogatást kap. Hat, a letelepedni szándékozó házi kolléga. Október 4-ig 117 pályázat érkezett be a neak ebből 73 már le is zárult, tehát meg lett kötve a szerződés. Vásárlásra ugye 54 pályázó volt, ebből 35 nyertes letelepedésre 37 pályázat, és ebből 21 volt nyertes. Fontos elmondanom, hogy ettől az évtől van először lehetőség fogorvosnak is pályázni, Ebben 26 pályázat volt, és 17 volt nyertes, és eddig már több mint 626 millió forint hagyta el az alapkezelő számláját. Kulturális programokkal és szüreti mulatsággal zárult az idősek hónapja az őszi napsugár otthonban a héten. Az intézmény vezetője úgy fogalmazott, ezekben a hetekben különösen odafigyeltek arra, hogy a szépkorúaknak léleksimogató rendezvényeket tartsanak. Megérett, megérett a fekete szőlő, ezzel a címmel rendezték meg az intézmény szüreti mulatságát, ami egyébként egyben záró eseménye is volt az idősek hónapja rendezvénysorozatnak. A nap folyamán fellépett az őszi napsugár otthon színjátszó köre. A napsugár kórus pedig hamisítatlan születi hangulatot varázsolt az intézmény falai közé. A Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon kösöntjű táncegyüttesét már nagyon várták a szépkorúak. A fiatalok táncukkal és énekükkel mosolyt varázsoltak a nagytermet megtöltő idősek karcára. Ebben a hónapban még fokozottabban figyelünk az idősekre, mondta el a minap.hu érdeklődésére Blakné Pap Eleonóra intézményvezető. Október az idősek hónapja róluk szól. A hagyományainkhoz híven ilyenkor igyekszünk léleksimogató rendezvényekkel, programokkal kedveskedni szépkorúinknak. A programok összeállításánál messze menőkig odafigyeltünk az igényeikre. A programsorozat tehát most zárult, és lassan itt a november. Minden szentekhez közeledve az intézmény nagy gondot fordít arra, hogy segítsék az időseket abban, hogy az emlékezés virágait el tudják helyezni szeretteik sírjánál. Aztán kezdődik az adventi időszak, amikor ismét számtalan program segíti majd a szépkorúakat az őszi napsugár otthonban a szeretet ünnepére való felkészülésben, a lelki ráhangolódásban. Miskolc tapolca mellett a Dimitrov hegyen tartottak ellenőrzést az önkormányzati rendészet munkatársai. A tél közelettével egyre elhagyatottabbá válnak a Miskolcot övező területek. A kiskert tulajdonosok már téliesítettek, így ritkábban járnak ki a telkekre. Az elhagyott részeken hajléktalanok tűnhetnek fel, és illegális szemét is összegyűlhet. Szép, de elhagyatott a táj, beszakadt tető omladozó házak, a rendészek ezeket is ellenőrizték, azt figyelték, tartózkodik-e valaki a rossz állapotú épületekben. Olyan házaknál is jártak, amelyek rendezettek. Van, ahol a ház körül elvégzett munkáért kap hajlékot az, akinek nincs hová mennie. Princ László is így él a helyszínen. Áram van, de a vízért naponta jelentős távolságot kell megtennie. A mezőrök a lakossági bejelentések miatt ellenőriztek a Dimitrov hegyen. Kovács László Csaba, a Miskolci önkormányzati rendészet igazgatója a minap.hu-nak nyilatkozva elmondta, a mostani ellenőrzésen a mezőrök nem találkoztak semmilyen problémával. Az éven még ugyan nem voltak kint, de a tavalyi évben már ellenőrzés alá vonták ezt a területet, viszont érkeztek bejelentések, melyeket szükségesnek tartottak megvizsgálni, fogalmazott Kovács László Csaba. A bejelentések arról szóltak, hogy egymás telkére raknak le az arra közlekedő emberek lakossági szemetet. Ezt vizsgálták a jelenlévő mezőri munkatársak. Valamint, mivel ezen a területen telkekről beszélünk, nézték, nem tartózkodnak-e illegálisan az ingatlanokban arra nem feljogosított személyek. Idén is folytatódik a kritikus óra sorozata a Miskolci Nemzeti Színházban. Az új évad első találkozója a kaukázusi krétakör előadásához kapcsolódik. Ez ma, azaz az október 26-ára vonatkozik, várnak minden érdeklődőt az előadás után. A Miskolci Nemzeti Színházban két éve indult kritikus óra sorozatban, idén először Bertolt Brecht darabja került terítékre, tájékoztat közleményében az intézmény. A programban a látott darabról beszélgetnek a meghívott vendégek Bújdos Attila, Gabnai Katalin, Kovács Bálint, Stuber Andrea, az Appelászló kritikusok pro és kontra. A beszélgetést pap tíme a kritikus moderálja. A kritikusok mellett ez alkalommal is közeműködnek a Slam Poetry Miskolc tagjai, akik Slam reflexüket, versbefoglalt kritikájukat osztják meg a nézőkkel. A kritikus órát az előadást követően a játékszínben tartják, az eseményre a belépés díjtalan. A Miskolci önkormányzat ellenőrzi az óvodák működését, az intézmény vezetők pedig folyamatosan tájékoztatják a városházát az időszerűvé vált szükségleteikről, szögezi le kedden kiadott közleményében a Miskolci városháza. Mint írják, az egyik helyi önkormányzati képviselő közösségi oldalán említett ügyjel összefüggésben a Miskolci óvodai intézmények egyikétől sem érkezett kérés, panasz a hivatalhoz. A leírtakat ennek ellenére kivizsgálják, és ha indokolt, természetesen a szükséges berendezéseket az önkormányzat és semmi esetre sem a szülők beszerzik, hangsúlyozzák a közleményben. Egyúttal emlékeztetnek arra, hogy Miskolc az elmúlt három évben csak nem 800 millió forintot, 2020-ig pedig további, mint egy másfél milliárdot költ az óvodai intézmények felújítására, külső és belső korszerűsítésére. Köszönöm a figyelmet, Önök a Csillagpont Rádió híreit hallották. Csillagpont hírek. A Csillagpont Rádió hírműsorát hallották. Készült a médiatanás támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.